hátul én egy tapasztalati 20-as tábla, amikor a 20 méter ott a féktávnál, onnan próbálj meg fékezni, és akkor szépen tudsz bemenni a kanyarba, irányítottan, nem fogsz elcsúszni. Nem mentem még azon a vezetésen. Azért az első 5 percen azt próbál, a többi az meg ugyanaz, de ott hátul az egy kritikus pont, mert ott nagyon sokan akarják rövidebb féktávot venni, és elcsúsznak. Vadász Péter épp az egyik új versenyzőt látja el hasznos tanácsokkal. Németh Zsolt másodikként érkezett a karanténbajnokságra. A pályán egyszerre csak egy versenyző lehetett, saját bukós isakot kellett használni, illetve minden versenyző után fertőtlenítették a gokartokat. Hát örültem, mert idén még szerettem volna több versenyen részt venni, de ugye a helyzet miatt ugye sok mindent versenyt töröltek, ugye nem csak itt, hanem az országban több helyen, és örültem, hogy végre valahol tudunk egy pár kört menni. Ezen a vonalvezetésen nem jártam még, ezen nem mentem. Egy féktávot emelt ki, amire azt mondta, hogy figyeljek nagyon. Igyekszem. Mi a célod most ezen a mai napon? Hát egyrészt egy gokártozni egy jót. Igazából a verseny annyira, hogy most így szét van szórva, hogy de akár reggel 10-től, ugye délután 3-ig mennek a versenyek, ugye más a időjárás, biztos más lesz délután is. Más az aszfalt hőmérséklet, más, hogy fog, de úgyhogy próbálok a versenyt is figyelni, de elsősorban csak a kikapcsolódás, hogy az, hogy egyet kokártozzam, az a fontos ma. A mosdó és a büfé a verseny ideje alatt is zárva tartott. A karanténbajnokság mindkét nap 10 és 15 óra között zajlott. Ez most nem egy olyan szokásos verseny, ahol a legjobb idő a fontos, hanem az, hogy folyamatosan jó időt menjenek, és a legjobb átlagidőt fogjuk alapul venni. Ugye ez most egy ilyen ráhangolódás a szezonra, hogy remélem mi hamarabb felszabadul a világ, és meg fogjuk tudni kezdeni azt a szezont, amit elindítottunk. Mindig egy ember lehet a pályán, fél órás intervallumokban vannak beosztva az emberek, hiszen ugye van egy 5 perces szabad edzés, egy 20 perces futam, ugye 20 perc alatt kell ugye a legjobb átlagidőt teljesíteniük, és akkor így nincs találkozás a pályán, mindig egy ember van itt. Ugye nyilván ugye itt a közösség szabályokat be kell tartani a mindenkinek, és akkor ezek alapján így rendezzük meg ezt a futamot. A büfét nem szolgálunk fel, ugye semmilyen üdítőt, a WC-ket nem tudják használni. Feltétel volt, hogy mindenki hozzon saját sisakot, viszont erre már megtaláltuk a megoldást, hogy az elkövetkezendőkben, hogyha felszabadul a helyzet, akkor egy ózongenerátoros dobozban fertőtlenni fogjuk a sisakokat is. Parkolunk az most már teljes mértékben üzemkész, megvan a kerítés, le van döngölve, le van simítva az aszfalt is, úgyhogy a kerítésünk is körbe teljesen rendbe lett téve, fűnyírás is megtörtént, úgyhogy hál' Istennek most azt mondom, hogy már teljes 100%-os készenlétben vagyunk a nyitásra. Az Országos Ügyeleti Központ közben engedélyezte a pálya szigorú szabályok betartása melletti újranyitását május 1-ével. A korlátozó feltételekről a Kárt Aréna Gokart Stadion honlapján és közösségi oldalán olvashatnak az érdeklődők.